Üdvözlök mindenkit, szeretettel ebbe a videóba. Ma egy nagyon beteg és elvetemült játékot fogunk megnézni, amiben nem más lesz a feladatunk, mint hogy nagyon csúnya lányoktól kell elmenekülnünk, hogy még véletlenül se csókoljanak meg, vagy öleljenek meg minket, mert ők ránk vannak állva, viszont mi nem akarjuk, hogy az adott csaj bármit csináljon velünk. Ezt amúgy most nagyon jól elmondtam, de remélem, hogy értitek a lényeget. És ha szeretném még hasonló videókat látni tőlem, akkor már most jelsz felém a like gomb megnyomásával. Na de kezdjük is el! Nézzük meg, itt látható az intro, ott van már egy nagyon csúnya szőke lány, és úgy tűnik, hogy ő ránk fog nyomulni, és mi pedig ezt nem akarjuk. Nekünk csak egy fánk kell, és mögötte be kéne lopózni, ez lesz a mostani feladatunk. A kérdés, hogy sikerül-e. Nézzük meg, play, első szint. Ezzel irányítom, jó? Jaj, ott jön a szőke lány. Ez így nem lesz jó. Most már... Hát ez konkrétan seggbe csap minket. Ja, halljátok, egyből újraindul a szint, szóval okosabban kell csinálnom, valahogy át kéne verni, oda hívjuk, jó? És most elmegyünk erre. Menjél, kérd ki a fánkodat. Megvan a fánk? Megvan? Jó, menjél. Menjél már ki? Jó. Sikerült, gyerekek, az első szint második próbálkozásra. Arra leszek kíváncsi, hogy a következő szinteken is ugyanettől a lánytól kell menekülnünk, vagy ne talántán valami csúnyábbtól, vagy valami csodafolytán valami szebb lány fog minket kergetni. Na de menjünk is tovább. Most ki kerget? Jézus! Fúj, bazd meg. Jézusom, hát ez még büdös is. Ez geci büdös lehet, mert a legyek is körbeveszik. Na, egy picit fogócskázunk, gyere, baby. Fuss! Béna vagyok, elkapott a csúnya lány, gyerekek, elkapott. És olyan akkor, hogyha egyszerűen kimegyek. Nem tudok kimenni. El van. Futás, vissza. Futás. De most oda mentem, ahova kellett. Most akkor ezzel mi a baj? Írjátok már le nekem kommentbe, hát, ha ti tudjátok. Valahogy el kéne csalni, hogy több időnk legyen ott annál a sörnél, vagy nem tudom én, hogy mi az. Jó, kikértük a sört. Most kell valahogy előnyt nyernünk. Tehát, hogy legyen időnk meginni azt a kurva sört, úgyhogy nem jön oda ez a rondaság hozzánk. De egyelőre ez nagyon nehéz, gyerekek, tehát konkrétan itt megyek körbe. Itt meg! Menj, futás! Menj már ki! Jó, megúszuk ezt a csúnya büdös lányt, Jézusom. Mi lehet a harmadik szinten? Wow. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű ez a játék, gyerekek. Play. Úristen, ez pedig tiszta pattanás, szegény. Ne. Fúj, bazd meg. Ez most komolyan ránk lőtte a pattanását? Nézzétek meg. Ez egy geci gusztustalan játék. Írjad már fel, jó? Most is menekülnünk kell, most készül a pizzánk, de elkap. Nem hiszem, hogy ne érj már utol, te ragy a királynő. Menj onnan! Az meg. Jó, elakadt az ostoba. Futás! Fuck that game! Menj oda, kérlek, ne akadj el! Miért vállalkozok ilyen játékokra? Jó, amúgy már kezdek rájönni a megoldásra. Hála a jó Istennek. Ott vagyok! És most is szar. Menj mögülem! Menj el innen, rondaság. Menj el, utol ne érj. Push forest, menj forest. Ez kurva idegesítő ez a játék. Ez lehetetlen, bazd meg, gyerekek, ez lehetetlen megcsinálni. Jó, most menni fog. Vedd már át. Vedd át. Basz meg. Nem hiszitek el, ti ezt nem látjátok videóban, de én már 10 percet szopok ezzel az egy pályával, és már rohadt ideges vagyok egyszerűen. Kéne amúgy a srácra egy ilyen turbó üzemmód. De tényleg. Vedd át gyorsan. Le. Menj ki. Megvan. Jézusom. Ezt se hiszem el. Azt a kurva, 10 percbe tartott csak ez a pálya. Az első kettő még jól ment, de ez a harmadik,
ami brutál nehéz volt. Na hát nézzük is meg ezt a negyedik pályát. Kíváncsi vagyok, hogy ha ez nem megy, akkor itt fogom abba adni a videót, és hogyha sokaknak tetszik, akkor pedig egy következő videóban megpróbálom újra megcsinálni a negyedik pályát. Szóval, negyedik szint. Na itt ki fog minket kergetni? Jézusom, ez egy férfi? Jézus Mária. Szedd már fel. Jó, oda viszem a kisrácnak. Jó, én pedig lemegyek, nem? Na, valamit sikerült elérnem. Nem tudom, hogy hogyan. Ennyi. Kivittük a játékot, gyerekek. 4 szint volt. Hát azt hittem, hogy ez tovább fog tartani. Ez a negyedik szint kurva könnyű volt, viszont ez a harmadik szint valami gusztustalan volt. Kezdve az, hogy a randi partnerünk a pattanásit ránk lőtte, tehát fúj bazd meg, tehát ehhez mit kell szívni, hogy ilyen játékot kitaláljanak, azt nem tudom. Viszont, hogyha neked bejött ez a videó és szeretnél még hasonló beteg játékokról videót látni, akkor azt jelezd felém a like gomb megnyomásával. És ha még nem követsz, akkor ne felejts el feliratkozni, Instagramon is megtalálsz DazisYT néven, itt látható mellettem. Ott is kövess be nyugodtan, és a kövi videóban találkozunk. Én Dazis voltam. Csá-csá!